A császár új ruhája. Készült Hans Christian Andersen meséje alapján. Magyar hangok. Harmat Imre, Markovics Tamás, Huszárik Kata, Andrész Kati, Forgács Gábor. Jó napot! Makai Laura. Szép a cipője. Kecskebőr. Lóbőr. Az enyém nem olyan szép, mint az öné, de remekül szellőzik. Látja? Mit szólna, hogyha elcserélnénk? Persze, csak ha nincs ellenére. Nem vagyok én tolvaj. Nincs valami beszédes kedvében. Itt csak egy megoldás van. Ha nem mond semmit, akkor nem bánja, hogyha elcseréljük. Pont a mi életem. Látja? Látja? Köszönöm. Nagyon örültem. Adj Isten! Miért ilyen gond terheltek? Ez a császár birodalmának határa. Na is? Örülünk, hogy elmehetünk. Sok szerencsét! A cipője tényleg van. Nincs már kolbász? Vagy egy kis sonka? Nincs. Minden állatomat rég eladtam a császárnak. A szabói új ruhákat varnak a bundájukból és a bőrükből. Mi pedig ehetünk örökké krumplit. Éhes vagy? Van pénzed? Nincs. Akkor tűnj el. Nincs szüksége segítségre. Az ember örül, ha magának talál munkát. A császárnak sajnos jobb dolga is van annál, mint hogy a néppel törődjön. Micsoda? Innen. Perecet! Friss perecet! Ha tizet vesz, a tizenegyediket ingyen adom! Adj Isten! Mondja csak, ha a 10 perecet veszek, a tizenegyediket tényleg ingyen kapom? Bizony, fiam! Akkor tizet kérek. 10? 11. Tessék! Köszönöm. Még ilyet. Azt hittem, rettentően sajnálom, de úgy tűnik, hogy otthon felejtettem a pénzemet. Viszont köszönöm, ez ugyanis ingyen volt. Nagyon finom, Istenem. Köszönöm, viszlát. Hé, mit csinálsz? Engedjenek, megállj csak! Mit kiszállsz, te tolva? Hé! Ha egyszer utolérlek, úgy elborolom a nadrágodat, hogy attól kódulsz, te kis szarka! Hallottam? Hé! Ide! Ide! Hova bújtál? Szíjat hasítok a hátadból, te kis bukulfajca! Hé! Hé, te! Nem láttad azt a kis mitugrászt, aki meglopott? De viszont sajnos kopog a szemem az éjségtől, úgyhogy nem láttam, melyik irányba menekült. Persze. Gréta! Hol bújkálsz, Gréta? Gréta! Gréta véletlenül nem egy szemtelen kislány, aki szereti az almát. Láttad őt? Az attól függ. Elnézed neki, vagy el akarod verni? A nővére vagyok. Mondd meg, hol van. Csak ha elárulod a nevemet. Maja. Maja. Szép név. Ó, Gréta, már megint? Megéheztem. Kóstold meg. Nem igaz. Hányszor mondjam még, hogy nem szabad lopni? Lehet volna, ha elkap a kofa. Nem kapott el. Ő segített nekem. Segítettél a húgomnak lopni? Lopni nem, csak elbújni. Köszönjük, de nem szorulunk a segítségedre.
Én a helyetekben gyorsan eltűnnék a piacról. Menjetek arra. Vigyázzanak! Az a császári palota kapuja. Na és? Nem mehetünk be. Oh. El az útból! Itt vannak az új szövetek! El az útból! Vigyázzanak! Gyere! Meghoztuk az új szöveteket! Gréta! Gréta! Vigyázzanak! Ne menj be, Gréta! Mégis mit képzelsz? Nem szabad bemenni! Gyere! Gyere már! Gréta! A vémboszorka még biztos odakint van, a helyetekben nem sietnék. Mondd, hogy hívnak? Jakob. Akkor hát sok sikert, Jakob. Amíg várunk, elmesélhetnétek, hogy mi folyik itt. Miért utálja mindenki a császárt? Majd én megmondom, mert éhezünk. Mi? A nép szenved, de őt nem érdekli. Pedig a kincstára állítólag dugig van arannyal. És mit csinál a pénzzel? Hát elkölti. De mire? Ruhák, ruhák, ruhák. És ennek ellenére nincs mit felvennem. Rohangáljak talán mesztelenül? És ehhez mit szólna feltség? Azt mondják 20 fácán és 4 pávatorvait használták fel az elkészítése során. Jó, értem, de már unom az ilyeneket. Már legalább 1000-szer volt rajtam hasonló. Nincs véletlenül valami új, valami, amiről még sohasem hallottam? Kit érdekelnek a tollak és azok a gyíkbőrből készült felöltők? Na meg a nadrágok, amit aranyból szabtak? Azokról a denevérből készült ingekről nem is beszélve. Úgy unom már ezeket. Mi az ott? Egy folt? Ó, bocsásson meg, felséges uram! Menj és szedd rendbe a ruhádat, most rögtön! És ha még egyszer előfordul, te is mész a tömlöcbe a barátaid közé, megértetted? Engedjenek ki! Soha többé nem eszem le magam! Tűnés! Felség, ez egy különösen finom darab, a legújabb alkotásom. Az anyaga egy ázsiai selyempók hálójából készült, amit sárga rózsaszirmokkal festettem meg. Ez az én születésnapi ajándékom. Felség. Oh, igen, látom, semmi különös, de azért nem rossz, tényleg. De felség, a gombok vidraorból készültek. A galériát Borostyán kőbe zárt harmadcseppek díszítik. Volna kedve felpróbálni? Na jó. Azt mondják, van, hogy óránként átöltözik. És egy szép ruháért bármit megtenne. Bármit? Más nem is érdekli. Kár. Pedig vannak szebb dolgok is a birodalmában. Úgy érti, te? Meg kéne ajánlanunk a császárnak, hogy készítünk neki egy gyönyörű ruhát. Na persze. Az ország legjobb szabói dolgoznak neki, és nagyon szigorú tud lenni. A szolgáit a legkisebb hibáért is tömlöcbe veti. Ja, és különben is. Soha az életben nem jutunk be a palotába. Ott van, hál' Istennek. Segítened kell. Most nézd meg. Ha a császár meglátja, börtönbe kerülsz. Igen, tudom. Valaki ellopta a cipőmet. Kell egy másik, különben végem. Most figyeljetek. Elképesztő, milyen felelőtlen tudsz lenni. Muszáj volt megint szolgálat közben szondítanod. Igen, igen, fuss csak te semmire kellő. Meg ne lássalak itt még egyszer. Ha még egyszer ide tolod a képet, és meglapod a császárt, nem úszod meg ennyivel! Ez az! Vissza se, gyere! Te! Gréta! Hallatlan, micsoda emberek vannak! Képzeljék, ezt a cipőt az imént akarta eladni nekem egy tolvaj. Ez az enyém. Tényleg? Tudtam én, hogy ez az ágról szakadt csavargó csak ellopta valakitől. Tessék, vegye csoda! Látod, mégis megkerült. Ha
Az adósod vagyok, idegen. Kérj nyugodtan bármit. Nem, csak azt tettem, ami helyes volt. Viszont ha már nincs szükség erre a széttaposott cipőre... Természetesen. Köszönöm. A tömlöctől mentettél meg. Tényleg hálás vagyok. Ha eszedbe jut valami, nyugodtan... Hát, lenne valami, de... azt nem kérhetem. De. Mondd csak. Mindegy, mi az. Esetleg el tudnák intézni, hogy a két barátom ott, a fal mögött, és én beszélhessünk a császárral? A császárral? Igen, Friedhelmmel. De hiszen az lehetetlen. Lenne számára egy ajánlatom, tudják, a ruháival kapcsolatban? Teljesen ki van zárva. Értem, hagyjuk is inkább, nem érdekes, felejtsék el. A maguk fajta szolgák nyilván nem tudnak elintézni egy ilyen horderejű dolgot. Elnézést, viszlát! Magunk fajta szolgák? Hey! Már hogy ne tudnánk elintézni? Menj, hozd a barátaidat! Menj! Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet? Meglátjuk. Ha nem, legalább lesz rajtunk cipő a tömlöcben. Rajtunk? Ezt nézzétek. Egyszerűen csodálatos. Mit akarsz a császártól? Ez csodálatos! Gyönyörű! Pompás felség! Hát, ahogy így nézem, elég hétköznapi, nem gondolod? Remekül áll önnek, felséges uram. Kihangsúlyozza a termetét, és egyfajta nagyszerűséget sugároz. Úgy véled? Hát nem is tudom. A születésnapomra akkor sem elég rendkívüli. Előállhatnál valami különlegesebbel is. Még különlegesebbel? A születésnapomon olyan ruhát szeretnék felvenni, amitől eláll az emberek lélegzete, ha rám néznek. Heinrich, a császári tanácsosom. Mit gondolsz, jól áll? Hát persze, felség. De sajnálom, hogy ilyesmikkel zargatom, de beszélnünk kell a birodalom állatállományáról, valamint a pénzügyekről. Aggasztó a helyzet. Jó, majd később. Nem látod, mennyi dolgom van, Heinrich-el? Látom, de a nép éhezik, felség. Mondok én valamit. Szerintem, ha itt valakinek gondjai vannak, akkor az én vagyok. Mindjárt itt a születésnapom, és nincs semmi, amit felvehetnék. Hallatlan! Bocsásson meg, felség, de nem tudom visszafogni magam, hogyha látom, hogy szenved, szeretett császárom. Ki vagy te? Hogy jutottál be? Én megmondtam, Paul! Azt mondta, hogy van az ön számára. Tudja, én Takács vagyok. Méghozzá remek, és mindannyian tudjuk, hogy felségednek mennyire kifinomult ízlése van. Így jutott eszembe, hogy felajánlom önnek a szolgálataimat. Nem úgy nézel ki, mint egy takács. Kérem, nézze el szerény öltözékemet. De az egész életemet egyetlen célnak szenteltem. Én szeretném elkészíteni a világ legszebb ruháját, és ki lehetne szebb és méltóbb modell, mint ön, felség. Tudja, a ruhák, amiket varrok, számomra túlzottan pompázatosak. És mondd, hogy lehet, hogy még sosem hallottam rólad? Hát, nagyon messziről jöttem. Heteken keresztül utaztam, hogy ajánlatot tehessek a császárnak. Ugyan már. Mégis mit képzelsz? Őrség, fogjátok meg! Milyen ajánlatról lenne szó? Ha jól tudom, születésnapjára szeretne egy különleges ruhát, és én meg tudom varni. Ilyet még sehol sem látott. Az egész világon. Nem is értem, miért hallgatja a locsogását ennek az ágról szakadt csavargónak. Milyen ruháról lenne szó? Miért olyan különleges? Mert szép. Olyan szép, hogy aki csak ránéz, szinte elvakítja a ragyogása. És az benne a legjobb, hogy a legtöbben nem is látják. Láthatatlan? Igen, tudja, az ostobák és a szolgálatára méltatlanok. A ruhát nem látják. De
nevetséges. Vagyis azt állítod, hogy nem csupán a világ legszebb ruháját készíted el nekem, hanem egy olyat, amivel meg tudom állapítani, hogy a szolgálóim közül ki buta és alkalmatlan a posztjára, ugye? Uh-huh. Ugye nem gondolja, hogy ez a senki házi? Nagyszerűen hangzik, fantasztikus. Egy szempillantás alatt kiderülne, hogy kire van szükségem, és kire nincs. Látni akarom azt a ruhát, megbízlak, hogy készíts nekem egy ilyet. Megkapsz mindent, amire csak szükséged lehet. Köszönöm, felséges uram. Köszönöm szépen. A rendelkezésedre bocsátok egy kiváló szövőszéket és a teljes császári szövetkészletet. A palotában kapsz kosztot és kvártét, de ne feledd, a ruhának a következő teleholdig el kell készülnie. Ugyanis akkor van a születésnapom. Ha tartod a szavad, egy teljes zsák arany lesz a jutalmad. Na de felség! Ó, Heinrich, kérlek! Meg kell mondjam, ez rendkívül nagy lelkű öntől, felség. A világért sem szeretnék visszaélni a kedvességével, de a két segédem nélkül nem tudok dolgozni sajnos. Miféle segédek? Hát ez már... Na jó, tudod mit? Kapnak ők is egy szobát meg valami harapnivalót. Ők lennének azok? Kérlek, vegyetek fel valami más. Szörnyűek ezek a göncök. Hol marad a kecsesség is a báj? Menjetek dolgozni. Á, tényleg, nehogy elfelejtsem. Ha a csalódást okozol a ruhával, életed hátralévő részét a tömlöcben töltöd, és nem csak te, hanem a segédeid is. Nos, megyek, megtekintem a legújabb ruhámat. Jössz, Adél? Íme a szövőszék. A szobáik itt vannak, a szomszédban. Ott felpróbálhatják az új ruhákat is. Meg is vagyunk, igaz? Igen, köszönöm, Otto. Paul. Paul. Mondják! Önök szerint a császár tényleg börtönbe vet, ha nem tetszik neki a ruha? Attól tartok, igen. Ez meg mi? Fogalmam sincs. Neked teljesen elment az eszed. Azt reméltem, lelkesebb leszel. Lelkesebb? Ha? Mert életem végéig börtönben ülhetek. Ó, remek. Láncok, patkányok, dohos falak. Kell lennél több. Mit képzeltél, amikor belerángattál? Szerintem nem is olyan rossz. Köszönöm. Maja, nézz körül. Pár napig lesz tető a fejünk fölött. Napi háromszor meleg ételt kapunk. Esténként puha párnák közé bújhatunk. És finom a szöllő. Ki nem állhatom, amikor valami jött-ment dönt helyettem a sorsomról. Legalább megkérdezhettél volna. Igent mondtál volna? Nem. Látod pedig, szükségem van rád. Szükséged van rám? Igen. Most? Igen. Miért? Hát mert... Te... Te ilyen... Takácsnő vagy? Varrónő. Ez az. Remélem el tudod magyarázni, hogy működik a szövőszék. Ez csak vicc volt, ugye? Nem. De hisz takács vagy. Nem. De a császárnak azt mondtad, igen, hogy... Igen, egy kicsit füllentettem. Igazából még sosem láttam szövőszéket. Akkor végünk van. Hát miért lenne végünk? Remekül fogunk szórakozni. Hatalmas móka lesz. Móka? Hatalmas móka! Jaj, ne, kérlek, hallgass meg! Ígérem, hogy nem kerülünk börtönbe. Minden rendben lesz. Van egy tervem. Bízol bennem? Én bízom benne.
Azt mondják, ez lesz a világ legszebb ruhája. Állítólag, aki ostoba vagy, nem méltó a posztjára, nem látja a ruhát. Úgy hallottam, hogy a császár csak a születésnapján veszi fel. Viszont ha minden igaz, láthatatlan. Igen, de az biztosan látja, aki nem teljesen buta. Talán nem vagy méltó a posztodra, vagy ostobának tartod magad? Természetesen nem. A császár el fog üldözni az udvarából. Nem vagyunk ostobák, miért lennénk azok? Hódolatom, császári felség! Nézd! Csinos vagyok! Igen, és most menjünk fürdeni! Ne, nem akarok! Hagyj békén! Gréta! Jól van, lássuk, hogy működik a szövőszék. Szóval ez a borda. Bal kézzel megfogod, és amikor hátra húzod, rálépsz a lábintóra. Ekkor megmozdulnak a nyüstök, elengedheted a bordát, és áthúzhatod a vetélőt. Áthúzom a vetélőt. Igen, végig csúszik a szálakon, csak legyenek feszesek. Feszesek? Értem. Megpróbálod? Vedd le a cipőd. Vedd le! Így sosem lesz kész a császár ruhája. Nem. És nem tudod varázserővel felruházni. Nem is akarom. Mit akarsz tenni? A császár pontosan azt kapja majd, amire vágyik. De hogyan, ha nem is tudsz szőni? Csak úgy teszünk. Úgy teszünk? Bíz bennem. Nem lesz semmi baj. A kellékei. Gyöngyház fényű és aranycérna, selyem és gyöngyök. Remek, köszönöm. Azon kívül ő felsége üzeni, hogy készen áll. A kertben várja, hogy méretet vegyen róla. Mégis miről vegyek méretet? Csak viccelt. Tudja, hogy a császárról kell méretet venni. Persze, méretet veszünk a császárról. A segédem elkísér. Ez a császárnak nem fog tetszeni. Miért? A segédje hölgy. És ő felségén csupán egy viseltes házi paróka lesz, ilyenkor nem vágyik hölgy társaságra. Szégyellős. Szégyellős? Értem. Jó, akkor csak én megyek. Pompás. Fogalmam sincs, hogy kell csinálni ezt a méretvételt. Nem lesz semmi baj, mi? Jó, ez baj. Dobjátok ki a ruhámat! Amit már egyszer hordtam, soha többé nem akarom felvenni. Hányszor mondjam még? Gyere közelebb. Nem szeretném, ha méretvétel közben zavarnátok minket. El innen, menjetek! Látod, ez már emberi ruha. Na gyere, kezdjük, mire válsz? Hol a mérőszalagod? A mérőszalagom? Egyedi módszerrel dolgozom, és nekem nincs szükségem rá, ha megengedi. Egyedi módszer? Egy, kettő, négy, hat, nyolc. Nyolc. Nem is akarod felírni? Nem. Nem, minden itt van a fejemben. A fejedben? Hat, tíz, tizenkettő. Valami azt súgja, hogy még sosem csináltál ilyet, igazam van? Hát, ilyet még soha. Egy különleges ruhát egy olyan különleges embernek, mint felséged, nem mérhetek fel csak úgy. Négy. Jó. Ja, így már érthető. Ugye? Maradjon így, kérem. Olyan kíváncsi vagyok. Mondd csak, milyen lesz a ruhám, ha elkészül? Hát csodálatos. Hát még szép, hogy csodálatos, de mégis milyen lesz? Csodálatos, mint egy páva, vagy mint egy oroszlán, vagy mint egy napfelkelte? Képzeljen el egy szárnyas oroszlánt, ami a napfelkelte irányába vágtat. Olyan lesz. Már alig várom. Én is, felség. Én is. Ez a leggyönyörűbb ruha, amit valaha felvehettem. Ez a legfurcsább cipő, amit valaha felhúztam a lábamra. Ó, Maja, bárcsak élne még apu és anyu, hogy láthatnának. Büszkék lennének ránk.
Igen, biztosan. Ezt a rengeteg ékszert tényleg mind rá kellene raknunk a császár új ruhájára? Elvileg igen. De hallottad, Jakob nem tud szőni. Igen, de azt mondta, van egy terve. És szerinted jó terv, Gréta? Persze. Nem is ismered őt. Nézd, lehet, hogy börtönbe kerülünk miatta. Nem. Miért vagy ebben olyan biztos? Látom, hogy néz rád. Hidd el nekem, soha nem hagyná, hogy a császár börtönbe vessen. Ebben biztos vagyok. És megvan mindened, amire szükséged van? Aranycérnából és a gyöngyökből sosincs elég. És sejemből sem. Intézkedem, hogy kapj többet belőlük. Így szebb lesz a ruhája. Jobb, ha tudod, hogy nem csak az érdekel, mennyire lesz szép a születésnapi ruhám. Már régóta gyanítom, hogy az alattvalóim egy részébe annyi értelem sem szorult, mint egy lyukas tökbe. Olyanokkal veszem magam körül, akik alkalmatlanok a posztjukra, de a ruháddal leleplezhetem őket, mindet. Majd meglátja, mi mindenre rájön, hogyha felveszi a ruhát. De ugye tisztában vagy vele, hogy beváltom a fenyegetésemet, ha csalódást okozol. Meg ne próbálj az éjleple alatt kisurrani a palotából, az őrök a szemüket rajtad tartják. Gyerünk munkára! Hogy halad a munka, mesterem? Remekül, nagyon szép lesz. Talán valamiben segítségedre lehetek. Nem akarom ezzel terhelni, de köszönöm. A szövőszék néha egy kicsit megakad a forgókeresztnél. Neked is feltűnt? Igen. De azért boldogulok. Tényleg? Megdöbbentő. A szövőszéken nincs forgókereszt. Mit tudsz felajánlani, hogy ne menjek azonnal a császárhoz? És ne mondjam el neki, hogy... csak egy csaló vagy, hm? A helyében nem tenném. Miért? Ő felsége nyilván azt hinné, hogy csupán azért kelti rossz híremet, mert féltékeny rám. Miért lennék rád féltékeny? Hiszen egyértelmű. A császár engem bízott meg a születésnapi ruhájának elkészítésével, és nem önt. Ez nyilván sértette a hiúságát. Alig várja, hogy bosszút állhasson. Alábecsöltelek. Viszont nem marad sok időd, és a császár előbb-utóbb követelni fogja a ruháját. És akkor véged, mesterem. Meglátjuk. Vagy Beli. Ugyan már. Tudom én. Csend, aludj szépen. Ki az? Már alszol? Nem, de mintha álmodnék. Nem tudok aludni. És. Csak egy dolog jár a fejemben. Nekem is. Olyan furcsa nyomást érzek a gyomromban. Tényleg? Igen, és nem bírom kiverni a fejemből. Igen. Úgy értem, folyton arra gondolok, hogy együtt... Tudom, én is így érzek. Hogy együtt... sínylődünk abban a dohos, füllett cellában, és csak akkor jöhetünk ki, mikor már öregek leszünk. Vagy úgy. Nem is elsősorban magam miatt izgulok, de... de ha Grétát is bezárják... akkor neked véged, Jakob. Nem kerülünk börtönbe. Mit csinálunk, amikor a császár születésnapján ott állunk majd üres kézzel? Úgy teszünk, mintha lenne nálunk valami.
A császár úgyis azt látja, amit akar, és a többiek megerősítik. Senki nem akar ostobának látszani. Ez a terved? Igen. De jó, mi? Még soha nem hallottam ekkora ökörséget. Nem. Minden rendben lesz. Dehogy is. De! Ha ketten vagy hárman állítják, hogy láttak valamit, ami nem is létezik, akkor senki nem meri majd megkérdőjelezni őket. Ilyenek az emberek. Igen, hercegnő, egy vad paripa vagyok. Ja, de hogy is szomár vagy. Nincs egy rongyom, amit felvehetnék. Borzasztó, hallatlan. Aranycérna, sejem, gyöngyök. Felség, a körgallér. A körgallérja könnyű. Könnyű, mint egy pillangó... Szárcsapásának a szele. Könnyű, mint egy pillangó szárcsapásának a szele, felség. Aranycérna és gyöngyök. Köszönjük. Nem. Két öltés, maja nem négy, kettő. Te Otto? Igen? Kérdezhetek valamit? Persze. Szerinted ostoba vagyok? Nem. És szerinted jól végzem a munkámat? Igen. Kivéve, mikor szundikál szolgálat közben. Talán be kéne szereznem egy szemüveget. Miért nem láttál semmit a szövőszéken? Nem, semmit. Egy cérmaszálat sem. Írd le pontosan, hogy mit csináltak odabent. Hát, ha megkérdezi valaki. Hogy néz ki az a ruha, Otto? Mondd el! Fogalmam sincs. Én sem láttam semmit. Akkor mindketten ostobák vagyunk. Vagy mindkettő. Viszont, ha nem mondjuk el senkinek, hogy nem láttunk semmit. Jó, akkor nem derül ki, hogy ostobák vagyunk. Vagy alkalmatlanok. Vagy mindkettő. Szóval, senkinek egy szót se. Nagy ostobaság lenne. A birodalom keleti feléről hatalmas csapatokban vándorolnak el az emberek. Egyes területek teljesen elnéptelenedtek. Északon leszakadt egy híd. Sürgősen újra kellene építeni. A túlparton az emberek napok óta éheznek és szomjaznak. És ez még nem minden, felség. A birodalomban alig van már tehén, disznó, kecske és kakas, mert az összes állatot levágták, hogy ruhát készítsenek belőlük. Már nekünk is csak egyetlen... Hajrix, te vagy a pénzügyminiszter, csinálj valamit. Mit tehetnék? A kincstár teljesen üres. Úgy tudom, erre neked kellene odafigyelned. Talán egy hangyányit lecsippenthetnék a ruházkodásra szánt pénzből. Aki ilyen képtelen ötletekkel áll elő, az nem is érthet igazán a pénzügyekhez. Na de felség! Bocsásson meg, ez csupán egy javaslat volt. Tudod, mit vettem észre? Ha beszélni akarsz vele, mindig rossz híreket hozol. Neked még nem tűnt fel? Túl sokat adunk ki ruházkodásra, pedig máshol jobban fel tudnák használni. És ne vegye rossz néven, de rengeteg pénz megy el a felséget cifra ruhájhoz szükséges alapanyagokra is. Rengeteg. Az Isten szerelmére, Heinrich, én vagyok a császár. Járjak talán zsákruhában? Nem, dehogy is, felséges uram. Vagy talán mesztelenül jelenjek meg a népem előtt, Heinrich. Hová gondol, felséges uram? Ha valaki alkalmatlan a posztjára, észre fogom venni. Hallottad, mit mondott a takács, ugye? Igen, felséges uram. Úgyhogy vigyázzanak, mit tesznek. Mind. A vöröset. Ez ronda. Nem láttad, hogy még van rajta egy tövis, fiam? Te ostoba. Talán meg akarsz ölni? Mi? Szerintetek meg akar ölni? Őrség! Engedjenek ki! Ígérem, legközelebb jobban felvarrom a gombokat! Engedjenek ki!
Legközelebb levágom az összes tövist. Nem is tudom, így nem látszik a melltűm. Hadd halljam, mesterem, mi hír az új ruhámról? Már szinte remegek a kíváncsiságtól. Túlzás nélkül állíthatom, hogy soha életemben nem készítettem még ilyen csodálatosan különleges ruhát, felséges uram. Örömmel hallom, mondd tovább. Biztosíthatom, hogy a nép még soha nem látott ilyen ruhát a császárán. És nekem mikor mutatod meg? Sajnálom, felség, de nem szeretném elrontani a meglepetést. És különben sem akarom, hogy befejezetlenül lássa a művemet. Akkor legalább meséld el, mi lesz rajtam. Hunja le a szemét. Idézze fel a legfinomabb anyagból készült inget, amit valaha látott. Olyan könnyű, hogy a szél átfúj a szálak között. A mellé olyan lenge, mintha aprócska csibék tollazatából készült volna. Igen. A nadrág második bőrként simul a lábára, nem is érzi. Tényleg nem érzem. És a köpeny oly varázslatosan könnyű, mint egy pillangó szárnycsapásának szele. A kedvenc színeiben. Orgona lila, egy leheletnyi zölddel. És most? Mit lát? Azt, hogy szép vagyok. Minden szem rám szegeződik. És mindenki szeret. Megpihensz a fárasztó munka közben? Nem. Már megyek is vissza. Szóval, te vagy a híres neves takácsmester segédje. Jól fizet? Bocsásson meg, mennem kell. Előttem ne jázd meg magad. Tudom, hogy az orránál fogva vezetitek a császárt. Semmi sincs a szövőszéken. Semmi. Csak gyűjtögetitek a sok aranyat, sejmet és gyöngyöt. Aztán egy szép napon eltűntök innen. Meg kell mondjam, nem is rossz terv. Az emberek félnek, hogy ostobának tartják őket, és ezért hazudnak. Viszont előbb vagy utóbb fény derül az igazságra, és mindhárman börtönbe kerültök. Az pedig tele van patkányokkal. Örülhettek, a vizet és kenyeret kaptok. Soha többé nem jöhetsz ki ehhez a tóhoz, és nem láthatod a napot. A húgod pedig anélkül őszül meg, hogy egyszer is rátalált volna a szerelemre. Mit akar tőlem? El tudnám intézni, hogy mindhárman szép csendben eltűnhessetek. Miért segítene nekünk? Azt akarom, hogy menjetek el, és vissza se gyertek. Ha mégis találkozunk, azt megbánjátok. Gyertek éjfélre a palota déli kapujához. Ott várok rátok. Figyeljetek oda jobban az ingbodrára! Bodor! Az ingbodra! Jakob! A szabónő ki tud juttatni minket. Éjfélre a déli kapunál kell lennünk. El akarsz menni? Tud mindent. Rossz vége lesz, ha itt maradunk. Nem lesz baj. Azt hiszed, olyan okos vagy. Úgy lopod a gyöngyöket és az aranyat, mint a cipőket. Ismerem én a fajtád. Folyton csak magadra gondolsz. Mi lesz, ha véletlenül tényleg sikerül a terved? Fogod az aranyat és eltűnsz? Ezt tervezed? Tudod, mi pedig Grétával mehetünk vissza a piacra, aztán emlegethetjük Maja, ezt a pár mondhatok napot. Mondhatok én is valamit? Nem érdekel az arany és a gyöngyök. Akkor mit akarsz? Mi lesz a bodorral? Az fodor!
fodor. Azt kívánja, hogy nézze meg az új ruháját. Miért? Mert annyira izgulok, hogy tegnap éjjel le sem tudtam húgyni a szememet. Nem szeretném elrontani a meglepetést, de a bizalmasom vethet rá egy pillantást, nem igaz? De miért éppen engem választott? Azért, kedves Heinrich, mert ha rajtam kívül látja egyáltalán valaki azt a ruhát, akkor az te vagy, érted már? Ó, zavarba hoz, felséges uram. Aztán siess vissza és írd le minél pontosabban, mit láttál, jó? Az Isten szerelmére csináljatok még habot! Ezt kér, nem kell! A császár küldött. Megnézem, hogy áll a munkával. Most? Igen. Nos? Menjünk. Igazán elbűvölő. Az úr afelől érdeklődik, hogy hogy állunk a munkával. Nos, akkor mutassuk meg neki. Kérem, jöjjön. Hát nem gyönyörű ez az anyag. És milyen tartós? Pedig pihe könnyű. Szerintem vegyük ki, hogy jobban lássa. Úgy, óvatosan. Nézze, milyen jól mennek egymáshoz ezek a színek. És milyen finom a redőzete. Mint valami ókori festményen. Greta? Igen? Ott alul látok még egy szállat. Tegyük vissza a szövőszékre. Igazad van, tegyük vissza. Nos, mit szól? Remekül áll majd a császáron, nem gondolja, uram? De igen. Ilyet még sosem láttam. Jó, de mit szól hozzá? Ez aztán... tényleg... elképesztő. Káprázatos. Bámulatos. Tünemény, ez egészen egyedi ruhadarab. Felséged nem is sejti, milyen hatalmas meglepetés vár önre holnap. Mesélj róla, Heinrich, mindent tudni akarok. Egy kicsit gyorsabban, ha kérhetném. Mondd már, Heinrich. Tudja, nem olyan egyszerű elmesélni, amit láttam, felséges uram. Azért legalább próbáld meg. Jó, hát szóval volt néhány, a redői olyanok voltak, mint valami, mint egy ókori festményen. Na és a színek, színes volt, uram. Milyen színek? Sokféle. Az összes. Az összes szín? Biztosan viccelsz, Heinrich. Kérlek. Felesleges titokzatoskodnod. Nem úgy fogok kinézni, mint egy szivárvány, ugye? Természetesen nem, felséges uram. Akkor jó.
Még mindig hozzák a gyöngyöket. Mit csinálunk velük? Eltüntetjük őket. Eltüntetjük. Beleszűni még se tudjuk. Bizonyos dolgokat előbb el kell tüntetni, hogy a megfelelő helyen bukkanjanak fel. Remélem, nem zavarom a munkában, mesterem. Ó, jaj! Úgy tűnik, teljesen alkalmatlan vagyok a munkámra. Ugyanis nem látok semmit. A világon semmit. És tegnap éjjel sem láttalak titeket. Úgy volt, hogy találkozunk, nem? Másképp döntöttünk. Folyton alábecsüllek. Még nincs ám vége. Hallom, Heinrichot már lóvá tettétek. De mit szól majd a császár, ha meglátja, hogy nem lát semmit? Nem fogja bánni. Lehet. De talán mégis. Tudom, hogy hiú és öntelt, de nem ostoba. Tehetnétek valamit azért, hogy úgy tegyem, mintha lenne rajta ruha? Csupa fül vagyok. A szolgálók közül kinek fűződik legkevesebb érdeke ahhoz, hogy elismerje a munkátokat? Önnek. Önnek. Tudja, hogy legszívesebben elűznélek titeket a palotából. De azzal, ahogy viselkedett, rászolgált a bosszúmra. De gondolom, kér cserébe valamit, nem igaz? Ígérjétek meg, hogy a születésnapja után örökre eltűntök innen. Elutasítjuk az ajánlatát. Már megint helyettem akarsz dönteni a sorsomról? Mi? Én miért? Mit kell? Becsület szavunkat adjuk, asszonyom. Ravasz vagy, ő pedig okos. Tiétek a jövő. Császárunk Friedhelm, szemben nálam nincsen éjjel ő. Az éneklésből az ajándékokat majd később nyitom ki. Hozzátok ide a ruhámat, már alig várom, hogy végre felpróbálhassam. Meg lesz elégedve. Ne húzd már az időt, fiam, inkább mutasd azt a ruhát. Örömmel. Hunja le a szemét. Muszáj? Kérem. Jó. Oda nézhetek? Oda nézhetek? Nyissa ki a szemét. Hát ez... Elképesztő. Ez valami... Tényleg nem hétköznapi. Nézze. Látja? A színek játékát a köpenyem felség. A színek játékát? Arany, zöld, orgonalila. És nézze, ahogy megcsillan a fény az inkhímzésén. Remekül harmonizál a fodrokkal. A hímzés... A nadrág olyan, mintha egy könnyű, tavaszi szellőből szőttem volna. Fogja meg! Elégedett a születésnapi ruhájával, felséges uram? Teljesen... Még a szavam is elállt, ez...
Erre nem számítottam. Hadd nézzem, mivel álltak elő ezek a csavargók. Te jó ég, ez... Milyen? Ez... Mondd már, milyen, Adél? Szólalj meg, kérlek. Tökéletes mestermű. Nem csupán gyönyörű, hanem kecses és könnyű is. Egyszerűen lenyűgöző. Nézze ezt a finom eleganciát. Még soha életemben nem láttam ilyen szép ruhát. Félre ismertem önöket. Bocsássanak meg. Remélem, megtanultad a leckét, Adél drágám. Viszont, amit erről a ruháról mondtál, nos hát, abban teljesen igazad volt. Mit is mondok, ruha? Hiszen ez nem is ruha. Sokkal inkább egy az égből alászálló felhő. Ami körülöl. Az első pillanattól fogva tudtam, hogy olyan ruhát készítesz nekem, amilyen még soha senkinek nem volt. Most kifizetlek. Köszönöm, felséges uram. Jó. Hagyjatok magamra. Kivéve titeket. És szeretném, ha te is itt maradnál, amíg felöltözöm. Gyere csak, gyere! A többiek kifelé, mindent kétszer mondjak el. Azt mondják, több arany van a császár ruháján, mint a kincstárban. Gondolhatna egyszer ránk is az agaz ember. Mondd csak, találkoztunk mi már valahol? Nekem nem rémlik. Mindjárt jön a császár. Szerintem is egész jól néz ki. Csodálatos. Igen, úgy van. Nagyon. Bravo. Káprázatos. Lenyűgöző. Bravo. De hiszen a császár bácsi mesztelen. Te pucér vagy. Hazudtatok nekem. Nevetségessé tettetek. Milyen alávaló bólogató Jánosokkal és talpnyalokkal vettem magam körül. Egyikőtök sem merte megmondani, hogy mesztelenül jövök ki a nép elé. Látnátok kellett volna a döbbent arcotokat. Ki hallott már ilyen ostobaságot?
Egy pucér császár! Felséges uram, most, hogy itt van a népek között, szerintem ragadja meg az alkalmat, és tegyen valamit értük. Igazából tömlözbe kellene vesselek, fiam. De tulajdonképpen nem hazudtál nekem, mert így... Még sosem látott a népem. Ugye? Hallgatlak. A nép hónapok óta éhezik. Ételre van szükségük, és nem csak krumplira, meg répára. Nincs több pénzünk. Látod? Nincs több pénzünk. Értem, de az a rengeteg arany és gyöngy, amit a ruhájára adott, kezdetnek megteszi, nem? De igen. Igen. Hát legyen. A császár most jelentette be, hogy soha többé nem kell senkinek éheznie. Bravo! Adjon kegyelmet a raboknak. A raboknak? Persze. Jól van, kegyelmet kapnak. A császár még ma szabadon engedi az ártatlan rabokat. Felség, újjáépítették azt a hidat északon, keleten pedig sokan visszaköltöztek a földjeikre. Folytasd. És mivel kevesebb állatot vágnak le a ruhák miatt, virágzik az állattenyésztés és a gazdaság. Az emberek boldogok, és ezt kizárólag önnek köszönhetik, felség. Ezek nagyszerű hírek, Heinrich. Minden nap tájékoztasson a fejleményekről. Most viszont szeretném összeadni a fiatalokat. Ott van a vőlegény. Köszönöm a ruhát, csodálatos lett. Mert ilyen jó vagyok. És mivel ezt már a császár is elismeri, maradjanak nyugodtan. Meglátjuk. Nézd, Maja, egy kis malac. Ó, de édes. Gyertek! Sajnos nagyon kevés az időm, mert az államügyekkel is foglalkoznom kell. Intézzük el gyorsan. Igen, akarom. Én is. Jól van, ezennel házastársakká nyilvánítalak titeket. Magyar hangok. Markovics Tamás, Huszárik Kata, Harmat Imre, Andrész Kati, Németh Gábor, Forgács Gábor, Lippai László, Kisanikú, Vári Attila, Makai Laura. Magyar szöveg Gáspár Bence. Hangmérnök Farkas László. Gyártásvezető Boskó Andrea. Szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Pannonia Sound System készítette. Produkciós vezető Valger Zsófia.